A polgármesteri hivatal második emeleti tanácskozó termében délelőtt 10 órakor dr. Vitális Edit jegyző köszöntette a megjelenteket, és méltatta Tóth Ferencné érdemeit, aki 25 éve nagy empátiával, hozzáértéssel végzi hivatását. Kapolyi László, a díj alapítója kiemelte, mennyire fontos az empátia a köztisztviselői pályán is, amivel az új kitüntetett bőséggel rendelkezik. Az akadémikus azt is megjegyezte, nagyon örül annak, milyen szépen fejlődik Újpest, ahol kiteljesedhetnek az életpályák. A méltatók, a kuratórium tagjai, köztük Hírman László titkár és a jelenlévő korábbi díjazottak virágcsokrokkal kedveskedtek a kitüntetetnek. Tóth Ferencné meghatottan köszönte meg az elismerő szavakat és a díjat. Elmondta, az elmúlt 25 év alatt csak tette a dolgát, amit megkönnyített, hogy nagyon szereti a munkáját és hogy emberekkel foglalkozhat. Álmában sem gondolt arra, hogy kitüntetés jár érte, ami azért tagadhatatlanul jól esett neki.